Köszönöm, hogy itt lehetek, vagy itt lehetünk kollégáinkkal együtt a Filmtet Festen. Nagyszerű élmény mindig Kolozsvárra jönni, és most már visszajönni, és remélem egyre többször leszünk. Ugye az előadásom címe egy Janovicsra utal nyilvánvaló módon, akiről Zágoni Bálinttal az idei évben egy nagyszabású fényképes albumot állítunk össze. Balogh Gyöngyi emlékére végezzük ezt a munkát, hiszen Gyöngyi munkája megkerülhetetlen mindenki számára, aki Janovics filmes tevékenységével foglalkozik. Gyöngyi egész életműve a néma film kultúra morzsáinak a feltérképezéséből áll, és ennek egy nagy szelete Janovics. Nekem rengeteget mesélt a kolozsvári filmgyártásról, és nagyon sajnálom, hogy nem láthatja ezt a filmet, ami most az Egyesült Államokból előkerült, amiről délelőtt igazgató úr beszélt, a Gyónás szentségéről, egy 16-os kolozsvári filmről, aminek írója, rendezője, forgatókönyvírója és főszereplője is Janovics. Nagyon sajnálom, hogy Gyöngyi nem láthatja, de talán ő küldte ezt nekünk a felhőből. Szeretném hinni, hogy így van, és Isten tartsa meg a jó szokását, még sokat küldjön nekünk ilyen filmet. Az első slide azt a kis filmrészletet mutatja be, ami egy est filmhíradóban maradt fenn. Ez, sokáig úgy tudtuk, hogy ez az egyetlen mozgóképes filmfelvétel Janovicsról. Oldalról láthatjuk, egy beszédet mond itt Kolozsváron pár méterrel tőlünk. A helyiek nyilván tudják, hogy ez milyen erkély lehetett. Én sajnos nem tudom, minden esetre nagyon sokáig ezt tartottuk az egyetlen ilyen filmnek, és Bálint, Zágoni Bálint nagyszerű filmjében, dokumentumfilmjében, amely sokak szemét rányította Janovicsra, ő is úgy idézi ezt a felvételt, hogy az egyetlen, hát most már nem az egyetlen filmfelvétel. Nézzük, hogy ki ez a keresett személy, aki után nyomozunk. Egy all-round figura, akihez hasonlót a magyar színháztörténet és filmtörténet nem ismer. Egy olyan nyugati típusú kultúrával, műveltséggel, szakértelemmel és invencióval és szorgalommal megáldott ember, aki méltó a magyar Páté névre, amelyet annak idején kapott a, nem is tudom, valamelyik újságírótól. Az ő érdeklődésének a homlok terében sok egyéb mellett, hiszen nagyon sok minden szertágazó kíváncsisága és érdeklődése volt. Két dolog volt főleg, az egyik volt a színház természetesen, a másik pedig a mozi. A mozi, amelynek nem csak a alkotója, szereplője, producere, rendezője volt, hanem filmgyárakat is üzemeltetett, filmgyárakat is alapított egész pontosan, és ezen kívül mozikat is üzemeltetett. Ugye ez a mozi is egyik mozia volt Janovicsnak. Egy olyan ember, aki nagyon komolyan vette ezt a szakmát, ezt a nagyon szép szakmát, és egyike annak a kettőnek, Faludi Miklós volt a másik, a Víg Színház igaz társtulajdonosa, akik nem féltek a mozitól, nem konkurenciát látott benne, hanem fantáziát, és ezért sikerült neki nagyon nagyra jutni. Nézzük meg, hogy mik ezek az indítékok, amik miatt mi Bálinttal egy nagy színes szagos könyvet tervezünk, álmodunk meg. Egyébként el kell mondanom, hogy még 6 másik kollégám is részt vesz ebben a munkában, benne a kutató munkában, és amit lehet online, és amit lehet nem online, offline, a Széchenyi könyvtárban és egyéb gyűjteményekben is mind kibányáztak Bálint keze alá dolgozva, hiszen ő a Bálint ennek a munkának a szerkesztője. Tehát nézzük, hogy az alkotó mellett ugye egy olyan emberről beszélünk, aki állandóan inspirációt érzett az új dolgok elsajátítására vagy kitalálására. És természetesen ezekkel nagyon komoly értékeket teremtett. Olyan értékeket, amelyek bejárták a külföldet is, elvíve ennek a gyönyörű Erdélynek, ennek a gyönyörű Kolozsvárnak a hírét. Ez a film is, ami előkerült most, nem Romániában és nem Magyarországon játszódik, a fennmaradt holland inzertek alapján, hanem Erdélyben.
Nézzük meg, hogy körülbelül mik azok, amiknek köszönhetően, vagy amik miatt nekünk nagyon nehéz dolgunk van ebben az alapkutatásban. Melyek azok az időpontok, amelyek Janovics csak egyre távolabb vitték tőlünk. Kezdjük rögtön az elején, illetve annak az aranykornak a végén, amelyben Janovics 70 filmet készített. 70 filmet készített? Nem készített 70 filmet. Körülbelül jó, ha 40-50 filmet készített. Ezeknek egy részét be se fejezte, mármint a 70, a fennmaradó 20-30 filmnek a nagy részét be se fejezte. De nagyon sok olyan van, amely egy másik filmet takar. Két különböző cím ugyanazt a filmet takarja. Először is ezek között kell rendet tenni, ami egy roppant nehéz feladat. De tegyük föl, hogy ez a 70 film, ez valahogy mégis kijelöli az ő pályáját, hogy 70 film cím. A végén ki fog derülni, hogy mennyi mennyi az annyi egész pontosan. Itt egy forgatási jelenetfotót láthatunk, ami egy külső helyszínen készült, és középen kalapban Janovics és az ő társulata, akik állandóan részesei voltak az ő filmjeinek. Nézzük, hogy mi történt Trianonnal. Trianon volt az első, amely elszakította Magyarországtól Janovicsot, illetve egy teljes, totális filmszakadást, egy olyan depressziót okozott a számára, amelyben kénytelen volt befejezni a filmes tevékenységét. Nem csak a filmes tevékenységétől búcsúzott, hanem a színházától is, mint ezt rengetegszer hallottuk ma, de ezen kívül elmentek azok az emberek is körüle, akik addig az ő biztos filmgyárát, a biztos hátterét, filmes hátterét jelentette. Vagy Magyarországra jöttek, vagy még tovább. Minden esetre azok, akiket ő felfedezett, azokból többen is világhírű hollywoodi színészek, illetve rendezők lettek. Természetesen az a 50-70 film, amely elkészült 1920-ban, még talán megvolt. Tudjuk, hogy 19-ben már a Bankban sem volt meg, mert a tanácsköztársaság idején igen erősen szelektálták a filmeket, és ezt úgy elpusztították, hogy ezt a filmet maga Janovics sem látta. A következő állomás, amikor még távolabb kerülnek tőlünk a kolozsvári némafilmek, egy olyan időpont, amikor megjelenik egy új találmány, a hangos film. A hangos film, amely őrületbe hozza az egész világot, lendületbe, mozgásba, az pangó és haldokló filmipart, hiszen nem csak Kolozsváron nem készültek filmek, Budapesten sem készültek filmek. Ömlöttek be az első világháború alatt leblokkolt amerikai és nyugat-európai filmek, így teljesen elszívták a levegőt a magyar filmipartól. Jó lehet, az emberek nagy része is elvándorolt Magyarországról, úgyhogy nem volt, aki filmet készítsen. Nem így viszont 1930-ban, amikor megjelenik mindenkinek anyanyelvén beszélő hangos film, amely nagyon meghatározza a forgalmazási lehetőségeket. Magyarországon elsősorban magyar filmet akartak látni az emberek, magyar hangú filmet. Miért? Mert nem sokan tudtak olvasni, vagy pontosabban jelentős volt azok száma, akik nem tudtak olvasni, vagy csak nagyon lassan olvastak. Azon kívül idegen nyelveket sem beszéltek. Az amerikai filmeket, angol hangját ugye nagyon kevesen tudták érteni. Németet még csak-csak, de igazából magyar film volt az, ami nagyon nagy piacot vonzott, és ami biztos befektetés. Tűnt. A néma filmek sorsa ezzel viszont megpecsételődött, ezt mondanom sem kell. A nyersanyaga, ami még az volt a legértékesebb az emberek számára, egyrészt a filmipar számára, amely az emulziót lemosva új filmet teremtett, olyan, mint egy VHS szalag, amire egy új műsort vesznek föl, vagy a kefegyártás, fésűipar, minden, ami ma műanyagban vesz bennünket körül, szemüvegkerettől kezdve, ez mind-mind műanyag hiány nitroceluloidból készült, úgyhogy filmek tömkelegét semmisítették meg. Élő ember nem volt akkor, aki azt gondolta volna, hogy valaha ezen a földgolyón még néma filmet fognak nézni emberek. Óriási nagyot tévedett. A hangos filmgyártás amúgy is olyan nagy apparátussal járt,
hogy gyakorlatilag lehetetlenség lett volna itt Kolozsváron elképzelni egy hangos film gyártást. Tehát ha nem lett volna Trianon meg háború, akkor is valószínűleg ez az időpont lett volna, ami már meghaladta volna Janovics teljesítőképességét. Ne felejtsük el, hogy Budapesten az összes filmgyár mind állami invencióval működött, és így volt képes csak talpon maradni. 1938-ban egy újabb esemény történik, amely még jobban ellehetetleníti Janovicsot. Mint filmgyártóról ekkor már nagyon kevéssé beszélhetünk, hiszen voltak tervei a Magyar Filmirodával dokumentumfilmek és oktatófilmek tekintetében, de mint alkotó semmiképpen sem vállalhatott, illetve semmiképpen sem szerepelhetett a nevével sehol, hiszen a származása ezt megtiltotta magyar területen. A következő időpont pedig a terület visszacsatolásokkal, a bécsi döntésekkel egyidős, amikor is egyre többen kezdenek el Erdélyben forgatni. Számos film készül Erdélyben, sőt odáig jut a dolog, hogy 44-re elhatározza a kormány, magyar kormány, hogy újra beindítja az erdélyi filmgyártást. Természetesen nem Janovics. A Janovicsra fel sem merül az ő neve ebben. Budapestről hoznak embereket. A Nemzeti Színház igazgatója nem Janovics ekkor már, hanem Mihályfi Béla, aki az Országos Színészkamarának az egyik vezetője, és elkészítenek egy filmet, amely teljes egészében itt Kolozsváron készül, a Színház szerelmese címmel. Itt ezen a fényképen a főszereplőt látjuk a Kolozsvári Nemzeti Színház lépcsőjénél. A másik pedig a Kalotaszegi Madonna, és még egy sor más film, amely közelebb már egy kicsit a Gicshez, mint ahhoz, hogy tulajdonképpen igazi értékeket teremtsenek, azon az úton haladjanak tovább, amit Janovics kijelölt annak idején. És itt jön a legborzalmasabb időpont, amikor a filmek szándékos megsemmisítésére tesznek lépéseket, amikor azt is elpusztítják, ami még addig fennmaradt. Ne felejtsük el, hogy a Filmarchívum 1957-ben jön létre. 57-ig, 45-től 57-ig nagyon sok mindent kell kiállnia azoknak a filmeknek, amelyekkel meg lehet nyitni az archívumot. Amikor 57-ben ez bekövetkezik, akkor mindössze 12 magyar némafilm kerül elő innen, onnan vagy amonnan. Ezeket próbálják meg kutatni, ezeket próbálják meg értelmezni. Van két ember, akit ez különösen érdekel, az egyik Magyar Bálint, aki nem a politikus, hanem annak az apukája, aki a Nemzeti Színház főtitkára volt a háború előtt, egy színháztörténész. Ő az első, aki egy filmet készít, Képek a magyar némafilm történetéről címmel, 1962-ben ebben beleteszi már ezt a Vénbakancsos és fia Huszár című filmet, amely akkor az egyetlen ránk maradt Janovics film. Gondoljuk mi ezt akkor, hogy nem fog, vagy reménykedünk benne, hogy elő fog kerülni valami. A másik pedig Nemes Kürti István, aki szinte ugyanebben az évben kezdi el filmtörténészi munkáját. Egy nagyon nagy hibát követel, véleményem szerint Nemes Kürti, amikor újságokból dolgozik, és nem a még élő alkotókkal készít orál historikat, vagy jegyzeteli le az általuk elmondottakat. Lehet látni ezen a két plakáton, illetve ezen a plakáton és ezen a könyvben azt a fajta távolságtartást, azt a fajta lenézést, vagy sablonos félreértelmezést, amit akkor a némafilmekről gondolnak. A némafilmekről azt gondolják, hogy Chaplin művészetté tudta nemesíteni a némafilmet, egyébként pedig egy ugra-bugra bohóckodás az egész, nem több. Ezen a plakáton is jól látható, nem tudnak lényeget kiemelni, nem tudnak semmi se dolgozni, mert nincs semmi. Erőfeszítéseket se tesznek annak érdekében, hogy külföldi archívumokból vagy magyar gyűjteményekből előkerítsék, megtalálják azokat, amik hiányoznak. És hát az, ami bejön 57 és mondjuk 1989 között, az mind-mind a véletlennek köszönhető. Hol Berlinben csinálnak egy raktársöprést a filmarchívumban, hol Prágában, mindig találnak valahol filmeket, magyar főcím, magyar szereplőgárda, hangja ugye nincs, nem lehet látni, tudni, hogy milyen
nyelven beszélnek, ezért csak ezek a filmeknek van esélyük, amelyeknek megmarad a főcíme. De hány olyan film van, aminek nincs meg a főcíme vagy töredék? Ezek majd csak a rendszerváltás után fognak előkerülni, amikor Balogh Gyöngyi vezeti ezt a Némafilm kutatási tímet. Ez pedig 1990 után következik be, amikor a világon hirtelen egy hatalmas reneszánsz alakul ki a némafilm kultúra terén, és gyakorlatilag a világon mindenütt nagyon érdeklődni kezdenek a némafilmek iránt. Olaszország, Franciaország, Egyesült Államok, elsősorban Nyugat-Európa. Ide tagozódik be szép lassan a filmarchívum, és próbál meg kapcsolatokat teremteni, amelyek közül 2017 óta a leggyümölcsözőbb és legintenzívebb ez a kapcsolattartás. Ennek eredménye, hogy nem csak a Gyónás Szentsége, hanem egy másik Kertész Mihály film is előkerült legutóbb a kongresszusi könyvtárból. A terveinket lehet itt látni, amit felsoroltam, illetve van egy kis film Ficni Fecni, ami a 1922-ből a Ludas Matyi című magyar film, elveszett magyar filmnek a főcíméből egy töredék. Ezt én a filmarchívum egyik zugában, egy dobozban találtam, hogy ez hogy került oda, honnan került oda. Lehet látni, hogy Romániában forgalmazták, mert egy román-magyar inzert található, vagy inzerttel indul. A főszereplőkből lehetett azonosítani, hogy ez melyik film, viszont semmi további nem derült ki. Ilyen érdekességek és ilyen meglepetések vannak. Ezzel én meg is köszönöm a figyelmet, mert úgy érzékelem, hogy nincs több szlájd. Köszönöm szépen!